Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakmagazin 2017. decemberi adásában. Mellettem ül Péter Nagymester, Varga Péter Nagymester, Nemzetközi Mester, műsorvezetőtársam, én pedig Gunyác vagyok. Mindenkit üdvözlök. A megelőző adásunk óta járt a Mikulás nem csupán a gyerekeknél, felnőtteknél is esetleg, hanem még a sakkéletben is. 13. alkalommal rendezte meg a megyei sakkélet, a Mikulás kupát, ami egy országos kitekintésű sakkverseny. Idén is több mint 150 gyerek sakkozott a különféle korcsoportokban. A versenyt ezúttal nem gyüregházán, hanem a helyi sakkéletet továbbfejlesztendő, nagyhalászban rendeztük meg. Nagyhalászban a Csuhanta a Baptista általános iskola és imá is, a sakk egyik, egyik erős bástyája képviselik a helyi sakkéletet a megyei csapatbajnokságban is, és rendszeresen részt vesznek a Diákolimpia megyei és országos küzdelmeiben is. Ez az iskola a sakk egy nagy patrónusa, nem először rendezett már nagy versenybe is számoltunk ezekről, és mintaszerű, példaértékű helyet és helyszín biztosított a 13. Mikulás kupához. A versenyen az ország minden tájékáról sereglettek a különböző korcsoportú sakkozógyerekek. gyerekek. Több korcsoportban mérkőztek meg egymással a sakharcosok. Volt óvodás korcsoport, 8 éven aluliak, 10 éven aluliak, 12, 14 és 18 éven aluli a korcsoportja, ahol a fiúk és a lányok egy csoportban versenyeztek, de külön-külön voltak díjazva. Nem csupán országos kitekintésű versenyez, hanem egyúttal a szabolcs szatmár bereg megyei Rapidsak bajnokság is volt, fiúknál, lányoknál, tehát minden korcsoportban. Tehát külön értékelték az abszolút legjobbakat az egyes korcsoportokban, és az egyes korcsoportokban a legjobb megyei versenyzők kapták a különféle érmeket és kupákat a kiemelkedő teljesítményért. A versenyen a mezőny meglehetősen heterogén volt, hiszen a a 14-16-18 éves sakkozók között igen erős sakkozók is voltak. A Nemzeti Bajnokság második vonalában sakkozó ifjúsági sakkozók, és természetesen az óvodások között nem voltak ilyen erősségű sakkozók. Az óvodások között a legkisebb, ha jól emlékszem, egy tokai kisfiú volt, mindössze négy éves. A kisebb korcsoportokban igen mulatságos jeleneteknek is voltunk szemtanúi, bíráskodtunk a versenyen, a az óvodások és nyolc évesek között voltam versenybíró, Péter nagymester pedig a verseny főbírója és ő egyik lebonyolítója volt. Hát a legkisebbek között még azért előfordultak olyanok, hogy a vezérrel sáncolt az egyik sakkozó gyerek, vagy előfordult az is, hogy a gyaloggal visszafele lépett, és az ellenfele még nem is vette észre, volt, hogy mindkét király sakban állt, ami természetes, lehetetlen helyzet, de hát a legkisebbek versenyében az ilyesmi még, még belefér. Nem egyszer eltört a mécses, voltak zokogások, kicsorduló könnyek, a következő fordulóban pedig a nyerés után fülig szakadó szájak voltak, a verseny végén azonban mindenki megelégedetten tért haza. A versenyen minden sakkozó díjas volt, nem csupán a, a sakkozás élményét és uh, tudásuk fejlesztését nyertek meg, a rendezőség minden sakkozónak egy külön Mikulás csomagot juttatott át. Ezen belül, ezen túlmenően pedig díjazva voltak éremmel, oklevéllel, az első, második, harmadik helyezett, az első helyezettek még kupát is kaptak, és szintén a korcsoportokban a legjobb megyei fiúk és külön lányok ugyanígy kaptak érmeket, oklevelet, illetve a bajnokok kupát. Ezen túlmenően még úttörő jelleggel a rendezőség beindított egy csapatversenyt is. De át is adnám a szót Péter nagymesternek, hogy mint a verseny főbírája, hogyan látta a versenyt, illetve mi volt a célja és mi volt a lényeg ennek a csapatversenynek? Hát ez egy új ö, csapatverseny volt, amit, ö, már régóta, ami már régóta megfogalmazódott a fejemben, hogy az egyéni teljesítményekből értékeljük a legjobb egyesületeket, nevelő egyesületeket, és ez a gyerekeknek is egy plusz foglalkoztatás, hogy hogy áll a csapatú, hány pontjuk van, miként, tehát nem csak a saját egyéni teljesítményük érdekli, őket, hanem, hanem már a csapatverseny is. Tehát nem csak magukért, hanem egymásért is küzdenek. Mindenképp. Ami furcsa egy csapatversenyben, hogy előre meg kellett adni egy csapatot. Ugye ez legtöbbször úgy szokott, hogy a négy legjobb, ha többen vannak, de ugye itt több csapat is lehetséges, hogy, azt hát, e, hogy hogy, nevezzen erre a versenyre, és én úgy gondolom, hogy a 24 nevező csapat az egy fantasztikus létszám, tehát a, a nevelő egyesületeknek a, a számát is jelzi uh, Szabolcs Szatmár megyében, <coughs> ugye is magán, magában Nyíregyházán is. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon uh, jó kezdeményezés volt. Első évben, 13. alkalommal először megre uh, kiszámításra kerülő ugye, csapatverseny. Mi És Mi volt -e siker a csapatversenynek? Az volt, hogy uh, ugye a négy játékost kellett uh, ugye előre meghatározni. Egy-egy egyesületből, iskolából, Igen. hogy melyik négy játékosának a... Az össz, a, a pontértékét, a, amit egyéni versenyen elért, azt összeadtuk, és ugye ők számítottak egy csapatnak. Ugye így lehetett akár egy egyesületből három, négy, öt, hat csapat is, tehát onnan nagyon sokan jöttek, úgyhogy a legnépesebb, ugye, csapatlétszámmal a nagy szű, ugye, Csuhant, a Baptista iskola rendelkezett, és utána három csapattal voltak többen is, tehát a Tokajesse, a, Tokaj a Nyíregyházi iskola iskolása. A Piremon a Piremon végül is két csapatot indított, úgyhogy többen többen játszott, a Betlen iskola is három csapatot tudott itt indítani, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes és nagyon jó kis verseny volt. Maga az egyéni verseny, ugye, ahogy mondtad, a nagyobb korcsoportokban nagyon magas színvonalú volt, a legjobb játékosok elindultak a legmagasabb korcsoportokban, meg azt mondom, hogy a kisebbeknél is. Ugye, ami nagyon üde volt a a versenyen az ovisoknak a versenye. Igazából nem is a, csak a sakk tudás számít itt, hanem az, hogy, az hogy, hogy mondjuk reggel, vagy délelőtt kilenc órától, mondjuk délután 3 ott tudnak lenni, koncentrálni. koncentrálni, végig tudják játszani a versenyt. Jó, persze egy-kettő, ugye vadás, hogyha elfárad, akkor be tudja fejezni, de gyakorlatilag 10 befejezték 12-ből a versenyt, végigjátszották, és ez, ez, egy hihetetlen dolog, hogy egy 3-4-5 órát ott tudnak lenni, és, 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 élvezik a versenyt. Ugye a legkisebbektől nél is ugye ez van, tehát ez én úgy gondolom, hogy egy olyan verseny, ami ugye egy félnapos rendezvényünk, ugye gyakorlatilag négy órára, egy ötre befejeződött az eredményhirdetéssel az egész versenyünk, ugye a díjakat, az érmeket, kupákat ugye mindenkinek át tudtuk adni, és ugye ahogy ahogy mondtuk, tehát ez ugye Szabolcs-Szatmár megyének a, a rapid korcsoportos bajnoksága is egyben, ami, ami ugye azt jelzi, hogy ha valaki megnyeri a Mikulás kupát, az, az két kupával térhet haza. És voltak mondja. sokan ilyenek, hiszen a megyénk ifjúsági sakkéletének erejét mutatja, hogy nem egy korcsoportban az első, második, harmadik helyezett személye azonos volt az abszolút kategóriában és a Szabolcs megyeiben is. Tehát sok gyerek vitt haza két kupát, két érmet, két oklevelet. Igen. Hát ö, többen járnak vissza ugye a versenyre, egy nagyon jó hangulatú gyerekekért ö, van ez a, ez a rendezvényünk, tehát nem véletlenül uh, vagyunk ilyen sokan. Ugye én mindig azt szoktam, hogy 150 és 200 közötti létszám az már egy megfelelő. Idén 154-en voltunk, tehát tehát ez mutatja, hogy az utánpótlásban azért, az utánpótlásban azért áramlik be a sakkozó gyerek. Amit még egy picit nehezebb megoldani, hogy több napos de nehezen tudjuk megmozgatni őket, de egy napos rendezvényen nagyon sokan indulnak is. Ha csak az időjárás közben nem szól, mert ugye 170 nevező volt előzetesen, de volt egy kis hóesés, egy kis rendhagyó idő, bár nem is annyira rendhagyó december elején a, a hóesés, és kevesebben jöttek el, mint az előzetesen nevezők. Hát nem szerint így szokott történni, de, de ettől függetlenül ugye... Én úgy gondolom, hogy, hogy, egy nagyon jó létszámon vagyunk, ugye a legnépesebb korcsoportunk az mindig a 9-10 évesek, tehát idén 50 játékos indult ezen a, ebben a korcsoportban, úgyhogy ez, ez szerintem nagyon jó. De a kicsiknél is a 6-8 évesek korcsoportjában ott is 30 játékos játszott, ami, ami szerintem nagyon-nagyon jó. Létszám. Voltak ott egészen jó partik, egészen jól kijátszott partik. Persze olyan, olyat is láttam, hogy az egyik játékos feladta a küzdelmet, mert az ellenfelek közölte, hogy matt, és bediktálták a nekem, mint versenybírónak a végeredményt, külön meg is kérdeztem az illetőt, hogy akkor vesztettél, elismered, elismerte, aztán mondta neki, hogy nézd, csak ide még léphettél volna a királyal, de hát ugye a szabályok alapján, ha valamelyik játékos elismeri a vereségét, akkor az, az vesztett partinak tekintendő, de mellett voltak igazán kor, korukhoz képest igen komoly partikat vívó sakkozók is. A legkisebbek között, az óvodások között egy miskolci kisfiú nyert, Herceg Benedek, a nyolc évesek között pedig egy csengeri kispió Juhász Edmond nyert. Az óvodások között a második helyezett volt Szabolcs megyei, egy nyiregyházi fiatalember, Juhász Kolos. A tíz évesek között pedig a bajnok, a, a szintén Miskolci, az óvodások között bajnokká avatott Herceg Benedeknek a testvére, herceg Marcel lett a 12 évesek között ki lett a bajnok. Hát a 12 évesek között az egyik Nyíregyházi sakkiskola egyik tehetséges fiatal játékosa, Gyöngyi Bálint lett hat és fél ponttal a bajnok. <kül> második helyen Bodnár lévi végzett a betlen iskolának a szintén nagyon tehetséges játékosa. Harmadik helyre pedig egy hölgy, egy lányversenyzőnek sikerült befutnia, pedig Varga mira volt. A 14 évesek között pedig egy fej-fej melletti küzdelemnek voltunk a szemtanúi, két színviselő viaskorott ebben a mezőnyben, egy miskolci kislány női fidemester jelölt, kis Enikő és a Nyíregyházi Sakkiskola ifjonsza, Blahota Marcel Aréna fidemester csupán egymással játszottak döntetlen, egymással nem bírtak, az összes többi partijukat megnyerték, így a hét partiból hat és fél, hat és fél ponttal végeztek az élen. A korcsoportban a legjobb megyei hölgy a nagyhalászi Szabó Luca lett. A fiúk között kik értek még el komoly eredményt ebben a korcsoportban? Hát végül is ugye a <kül> Blauta Marci végül is a értékes mezőnyérték számítás alapján második, <coughs> bocsánat, helyre szorult kis Enikő mögött. Tehát ők ketten kiemelkedtek ebből a mezőnyből, nagyon jól játszottak. Ugye a, a, többi versenyzőnek is ugye nagyon azt mondom, hogy küzdöttek a további helyezésekért, az érmes helyezésekért. Én úgy gondolom, hogy ugye Luca Szabó Luca nagyon ügyesen játszik, ő ennek a korosztálynak a megyében a meghatározó játékosa, és úgy gondolom, hogy, hogy a Marcia a másik meghatározó játékosa. A 15 és 18 évesek mezőnyére, hogy háttérünk, ugye ott, ott együtt játszott tuk a versenyzőket, tehát a 15-16-17-18 éveseket, mert, mert annyian voltak, hogy, hogy ott érdemes volt össze tenni őket. És a különböző életkorú fiatalok között volt a kiemelkedő értékszámú és minősítésű játékosok is, ezért is célszerű volt egy korcsoportban összeereszteni őket. Igen, meg, meg elég erősek, tehát a 15 évesek is, konkrétan 15 éves játékos nyerte meg a versenyt, ugye Tóth Tibor, Tibor személyében, aki a Piremon ifjú titánja. És vendég ugye, vendégjátékos a Tiszavasvári NB2-es csapatában. Igen. E, ugye második helyen végzett, és így a 18 éves bajnok lett ugye ugyan Dániel, és ugye harmadik helyen pedig Varga Marcel végzett. Ez utóbbi játékosok a Nyíregyházi kiskola ifjúsági <laughs> játékosai. Igen, és még ugye következő helyeken e, ugye Szuhánszki Gergely végzett még, aki szintén a Sakkiska játékosa, és, a, és Góca Ádám volt, aki, aki még e, ugye a 18 évesek mezőnyébe szintén érmes helyen végzett. Ő a Piremon játékosa, és a Tisza vendégjátékosa. Te... A legjobb megyei hölgyek pedig ebben a korcsoportban a Betlennek a sakkozó hölgye, Morvai Renáta volt, illetve a nagyhalászi Orosz Eszter. Igen, igen, igen. Ebben a korcsoportban nagyon erősek vagyunk, nagyon ügyes játékosok és tehetséges játékosokkal rendelkezünk. Nagyon nagy, a legnagyobb küzdelmet ez a korcsoport hozta, azt kell, hogy mondjam. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy küzdelem után, ugye nagyon erős csapatverseny is volt, ugye most hát térnék egy picit a csapatversenyre is, ugye 24 csapatból végül is három csapat nyert érmet és kupát. Igen, részesült ugye érem és kupadíjazásban. Ugye az egész csapatversenynek ugye az, egész, tehát az volt az alap koncepciója, hogy, hogy mindenképp tehát egy ilyen, egy hatalmas kupával, ugye vándorserlegként játszanak ezért a gyerekek, és ugye felemelhessék már most ilyen fiatal korban ezt a nagy kupát. Tehát akkor nem csupán az érmes csapatok vittek haza kupát, és az érmes csapatok játékosai érmeket, hanem egy vándorkupát is biztosított a rendezőség, amit a győztes csapat vihet haza, és a következő évben köteles azt visszahozni, átadni a következő évi bajnok csapatnak, ha csak nem sikerül azt megőrizni. Ez a kupa egyébként a gyerekek között rendkívüli népszerűségnek örvendett, az óvodások nem nagyon bírták felemelni, mert több kiló volt, és körülbelül 70 centi magas, minden gyereknek nagyon tetszett. A osztón egyébként a, a gyerekeket külön megkértük, hogy kisé távolabb foglaljanak helyet a díjkiosztás helyszínétől és a, a, dobogótól, hogy a díjazottak megfelelően ki tudjanak jönni és fel tudjanak állni a dobogók különböző fokaira is kellő távolságból fényképezhessék őket a szülők, kísérők, edzők. Hát a dékiosztó végére már a gyerekek majdhogy nem a dobogón ültek, annyira közeledtek a hangulat fokozó, fokozódása során a dobogóhoz és a díjkiosztás helyszínéhez. Hát kik is voltak az érmes csapatok? Hát három kiemelkedő csapat volt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy végül is reális végeredmény született. Harmadik helyen a Piremonnak az első csapata végzett, 19 pontot szerezve. Elég erős csapat volt a Piremon és a megnevezett díjasok mellett voltak még egyéb -egy nagyon jó játékosaik is. A, ha jól emlékszem, a 12 éven aluliak között a Laskai Gábor, a 14 év alatti fióknál jól játszott a Görömbei Bálint, de hát mindenkit nem tudunk felsorolni. Igen, igen, igen. Hát itt a csapattagok... Ugye végül is a Tóth Tibor volt, aki megnyerte a 18 évesek, vagy 16 évesek ugye, bajnoki címét. Uh, ugye Gócz Ádám, Palkovics Balázs volt még a csapatban, és, és uh, ugye Bartalos Bence. Ő is egy nagyon ügyes fiatal uh, ember. Igen, ő is a 11-12 évesek között játszott. A második uh, helyezett csapat ugye Miskolcra érkezett, aki, aki ugye nagyon erős utánpótlással rendelkezik. A... Hát tegyük hozzá, hogy azért a Miskolc az NB1B-ben játszik, és ott játszhatja, nem egyszer első táblára is ifit tud állítani egy fidemester Vancák Tamás személyében, róluk beszéltük már nem egyszer az adásunkban. hát ide is címviselőt és más egyéb erős akkozókat hozott. Igen, ugye a herceg testvérpár, ugye a kis aki megnyerte, tehát ők is nagyon erősek voltak, ők 22 ponttal végeztek a második helyen, és, és ugye idén a bajnok csapat a Nyíregyhári Sakkiskola se lett. Nevezzük úgy, hogy Sakkiskola Sportcentrum. Igen, Sportcentrum. Most már a Sportcentrum csapata. A, ahol ugye ott is több győztes volt, ugye Blauta Marci, Gyöngyi Bálint, ugye aki hat és fél ponttal nyerte korcsoportját hétfordulóból, és mellettük ugye ugyan Dani, aki öt és fél ponttal, ugye a 18 éves bajnok lett, ugye második a 15-16 évesek között, és ugye Varga Marce volt még a csapat tagja. Mindenképp lett egy izgalmas nagyon jó kis csapatversenyen vagyunk túl. Ugye itt az az érdekessége, a csapatvezetők ugye itt játszhatnak, hogy ki az a játékos, ugye közel egyforma játékosok közül, kit rakjon egy csapatban. Tehát Csak és előre meg kell határozni, hát igen, így, hogy ki kerülnek a csapatban. <laughs> Annyit beszéltünk formen? már a versenyről, hogy sakkozzunk is. Péter, milyen partit hoztál mi nekünk? Hát ugye MB kettes fordulónak az egyik játszmáját hoztam. Ugye itt a fiatal titánoknak szeretném én ilyenkor mindig bemutatni a, a kiváló partiait. Ugye... Lássuk akkor. E, tehát a Góca Ádám e, Székely partit fogjuk e, megnézni. Világosan volt ugye a 18 éves a e, Tisza Vasvári e, esélyben játszó Ádám, aki, aki, egy kiváló partiban 25 lépésben verte meg a magasabban rangsorolt élőben előrébb rangsorolt ellenfelét. Ugye, világos a világosan így kezdett, ugye a királygyaloggal, amire C5-tel szicíliai védelmet választotta a sötét. Ugye a Huszár C3-mal, ugye ez a zárszicíliának az egyik ugye alapállása, ami még ugye átmehet egy picit nyílt e, állásba is. Elhatta, folytatta fekete, ugye itt az a cél, hogy azonnal D5-tel a centrumot megszerezze. Huszár G-ről E2-re lépett fehér, amire A6 jött, ugye az a terv, hogy B5, és ugye a vezérszárnyon ott e, térelőnybe kerüljön fekete. Ezt a 4 megakadályozta világos, amire Huszár C6 következett, és erre G3-mal, ugye szájra fejlesztette a futót. Világos, 20 F6 jött. Itt nem lehetséges D5-öt húzni? A következő, igen, az, az is szokott lenni. Azonnal D5 és futó G2-re, ugye a D4, huszár D5-ös termek szoktak lenni. A huszár F6 is logikus, és utána jön a D5. Uh -huh. Tehát következett futó G2, <kül> és ugye D5-tel jött, ugye fekete, amire ugye elüti d következett, elüti d visszaütött fekete, és d 4 jel Ez egy fontos lépés, úgy gondolom, hogy meg kell tartani a centrumot fehérnek. Tehát ez egy normális jó lépés. És mi a helyzet, hogyha sötét c C4-et lép? Ha C4-et lépne, akkor én úgy gondolom, hogy ott egy kicsit ott ugye lezárja a centrumot, akkor elsáncolhat fehér, és huszár F4-jel a D5 gyalogra is Rátámad. rátámadhat, ugye? Tehát megtenni. a C4D, a gyaloglánc utolsó lánc, amire a gyalogláncnak mindig az utolsó láncszeme a gyengeség, Igen. és arra igyekszik rátámadni. Ez az túl, túlságosan egy kicsit elkötelező lépés ez a C4. Ez, ez inkább azt szoktam mondani, inkább tartsuk meg a feszültséget a centrumban, és ezért, ezért az nem annyi, nem konkrétan nem rossz lépés, de, de én úgy gondolom, hogy kicsit pont lépés. Terv. Hát a másik olyan, terv. mint a vezércselt tarras változatában a svéd változat. Igen. A másik ugye, hogy futtó g 5 hozok létre kiszedem az F6 20-át, amire ugye ugyanúgy a D5 gyalog. Elgyengül a D5. Elgyengül, és akkor nagyon nagy támadás. Ez is egy nagyon jó terv, ezért nem ajánlatos C4-et lépni. Futó, hogyan folytat? e 6 elhatta, ugye fejlődött fekete, amire ugye futó E3-mal folytatta világos, ugye C üti D4, most D üti C5 fenyegetett, amire 20 üti D4 következett. Itt valószínűleg Huszerüti D4 a legjobb lépés, <coughs> valószínűleg azt kellett volna játszani, futó b 4 folytatta fekete. Most ez úgy tűnik, hogy jó lépés, de igazából itt kiadja ezt a futóját, amire ugye világos elsáncolt, logikus lépés, és futőti C3 következett, amire b C3-mal világos folytatta. Ha megnézzük ezt az állást, ez lehet ugye gyenge is ez a C gyalog, meg ugye megnyílhat a B gyalog is, ugye ez mindig ugye kettős ugye mércét állít itt feketének is, meg fehérnek is. Nekem ez most jobban tetszik uh, fehérre egyértelműen. Én nem, nem biztos, hogy kiadtam volna ezt a futót. mező futó hiányában világos jobban tud uh, operálni a sötét mezőkön. Igen. Fekete elsáncolt, ugye következett Bárcsa B1, ugye nagyon jó lépés, azonnal félig nyílt vonal, és ugye a B7 gyalogot támadtuk. Vezér C8-al ugye megvédte, Fekete bástya E1-el folytatta. Világos, ugye nyílt vonalra a másik bástsa, tehát nagyon logikus, jó lépés következett. Futó H3, ez fura lépés, ugye ki akarja szedni a nagy átlós futóját fehérnek, de nem adjuk, ugye ez jól védi a királyomat. Futó H1-el visszajött, huszár E4 jött, amire huszár E2-vel megvédtük a C3-at és a D5-öt megtámadtuk. Huszár E7-tel folytatta fekete, amire futó D4 jött ugye centrumba helyeztük, megvédtük a C3-at, Huszár f re pedig Huszár f 4 el ugye a d gyalogot és a H3 futót vettük gorcső alá, Huszár üti D4 egyetlen volt, és most jött egy nagyon szép közbeiktatott lépés, Huszár üti D5, ugye most Huszár L7 sak fenyeget, vezért nyerni, és egy Huszár C6-tal visszament, de erre pedig Bástya üti el négy, vagy bocsánat, futó. futóval ütött el négyre, lehetett volna a Básca, és a futó üti el négy tökéletes lépés fenyeget amire, a rettenetes vezér H5, matfenyegetés fenyegetés, igen. vagy tisztvesztés. Futó E6-tal visszajött fekete, amire Huszár B6 érkezett, ugye? Minőségnyerés. Huszár villa, minőségnyerés, vezér C7 jött, Huszár üti <coughs> A8, Bárcső üti A8, vezér F3-mal folytatta világos G6, és most még egy üti B7 romboló áldozattal nem üthető le, mert arra futó C6, majd felszúró utána az A8 bástya. Vezér E5 jött, amire bástya B-ről B1-re visszament, és ugye a C6 huszár mindenképp. Megvédtük az E1 bástát, ugye a kötést, ami volt az E vonalon, és egész egyszerűen futó üti C6, védhetetlen, tehát bástya forral. Balázs átrántotta a kezét az asztalon, és gratulált Ádámnak. Úgyhogy egy, hát nagyon érdekes parti volt, tehát Fekete nagyon gyorsan ezzel a szétesett, tehát úgy tűnt szerintem, hogy egy-két nagyon rosszat lépett, de, de világos itt ugye sikerült a futópárral és a egy d gyalogot lenyerni, a 25 D5 közbeiktatással pedig ugye szétkapta a, a sötét a fekete haderőt. Tisztelt nézőink, mai műsorunk végére érkeztünk, köszönöm meg tisztelő figyelmüket, viszontlátásra. Viszontlátásra.